Policisztás ovárium szindróma. Az egyik leggyakoribb nőket érintő hormonális és anyagcsere zavar. Ezzel folytatjuk a női hormonális egészségről szóló sorozatunkat, és elmondom a véleményemet. Szerintem a PCOS nagyon-nagyon rosszul van elnevezve, túl van diagnosztizálva, és nagyon gyakran félre van kezelve. Ez a személyes véleményem, mindjárt ki fogom fejteni. Ebben a videóban megnézzük a PCOS élettani hátterét, és majd ki fogok térni a későbbiekben az életmód terápiás kezelésére, amit én, mint dietetikus tudok javasolni, beleértve természetesen az étrendet, ebben részletesebben is belemegyünk, és azt már előjáróban elmondhatom, hogy nem a híres, neves 160 g-os szénhidrát diétát fogom javasolni, és az életmód egyéb tényezőibe is egy picit bele fogunk menni. Mivel ez egy nagyon nagy téma, elképzelhető, hogy ezt két külön videóba fogom majd feltölteni. Kezdjük azzal, amit szerintem nagyon fontos tudni a PCOS-ről, hogy az S betű a végén, szindróma, azt jelenti tünet együttes. Ez nem egy ilyen kis egyszerű betegség, ami jól körül van határolva, hanem jó néhány tünet együttese. És az igazi PCOS, hívjuk ezt klasszikus PCOS-nek, majd ki fogom fejteni, miért így fogalmazok, az valóban sok problémával járhat, beleértve a termékenységi problémákat, beleértve az anyagcsere zavarokat, a cukorbetegség nagyobb rizikóját, a szív- és érrendszeri betegségek nagyobb rizikóját, és számos pszichológiai problémát is. És tény is való, hogy nagyon sok nőt érint ez a probléma. Lehet, hogy nem annyit, mint akire ráhúzzák a PCOS címkét, ebben mindjárt belemegyünk, de még ha őket levesszük, akik nem biztos, hogy igazából PCOS-esek, akkor is nagyon sok nőt érint, kell róla beszélnünk, már csak azért is, mert a Magyarországon elterjedt dietetikai ajánlások véleményem szerint kifogásolhatóak, és szerintem van jobb megközelítés. De ez az egész videó, és amit itt hallani fogsz, az az én véleményem. Az orvosod, vagy a személyes dietetikusod lehet, hogy teljesen mást fog mondani. Én csak bátorítalak, hogy hallgass és nézd ezt a videót nyitott elmével. Ne zárkózzál még akkor sem, hogyha nem értesz velem egyet. Én szívesen meghallgatom a te véleményed, ha leírod, el fogom olvasni. És igazából mindenki csináljon, amit akar. Én nem a tanácsaimat fogom elmondani, hanem a véleményemet. Jó? Na nézzük, hogyan diagnosztizálják a PCOS-t. Mióta először leírták ezt a szindrómát, ami 1935 körül volt, azóta elég sokat változtak a diagnosztikai kritériumok. Ma, ami elfogadott, az a Rotterdami kritériumrendszer, amit Rotterdamban fogadtak el egy szakértői bizottság, aminek az a lényege, hogy van három tünetcsoport, amiből legalább kettőnek jelen kell lenni, és akkor kimondható a PCOS diagnózis, feltéve, hogy ugye más egyéb lehetséges okokat kizártunk. Elmondom, mi ez a három kritérium. Az első tünet az oligo vagy anovuláció. Ez lényegében azt jelenti, hogy ritkán vagy egyáltalán nincs ovuláció, vagyis tüsző repedés. Az ovuláció jeleiről korábban már beszéltem ennek a sorozatnak a keretén belül, hogyha nem láttad azt a videót, érdemes megnézni, mert az ovuláció a női hormonális ciklusnak egy kulcs tényezője. Jó tudni, hogy neked vajon van-e ovulációd, mert az, hogy van menstruációs vérzés, nem garantálja, hogy ovulációd is volt. Szóval ez az első, oligo vagy anovuláció. Második, magas androgénszín klinikai vagy laboratóriumi jelei. A magas androgénszint több mindent is jelenthet, majd itt meg fogjuk nézni, például magas tesztoszteron szintet, vagy magas dihidroepiandroszteron szintet. Ezt ugye lehet a vérből mérni, ezek ugye a laboratóriumi jelek, hogyha a vérben magasak az androgének szintje, illetve lehetnek ennek ugye klinikai jelei, magyarul tapasztalod a tüneteket, amiket majd szintén, hát most elmondok az egyszerűség kedvéért, a magas androgénszint tünete lehet az aknés, pattanásos, zsíros bőr, a férfias típusú szőrösödés, vagy hirzutizmus,
Például az arcodon, az álladon, vagy az ajkad fölött, vagy a mellkasodon, olyan helyeken erősebb szőrzet nő, ahol ugye nekünk nőknek nem szokott. És a harmadik tipikus tünet a hajhullás. Méghozzá ez is ilyen férfias típusú hajhullás, tehát ilyen kopaszodás jellegű, nagyon súlyos, distresszt okozó tünet. Szóval ezek a magas androgén szint klinikai jelei. Ez tehát a második kritérium volt, és a harmadik a policisztás petefészek. Ugye erről lett elnevezve a PCOS. Policisztás petefészek annyit tesz, hogy sok ciszta van a petefészekben. Hát a korábbi videómban már láthattad, hogy az, hogy ciszták vannak a petefészekben, az sok mindennek lehet a következménye. És ugye ez a harmadik kritérium a Rotterdam kritériumokban, és mint mondtam, ebből a háromból kettőnek kell jelen lenni ahhoz, hogy kimondhassuk a PCOS diagnózist, illetve, ami még fontos, hogy az egyéb lehetséges okokat előzőleg ugye kizártuk. Tehát ha más nincs a háttérben, de ebből háromból van, neked kettő, akkor a dokid azt mondhatja, PCO esetben. Na most ebből ugye következik, hogy a háromból csak kettő kell, akkor például az, hogy nincs cisztás petefészked, az nem probléma, attól még lehet PCOS-es. Ugye ezzel kezdtem, hogy szerintem nagyon rossz az elnevezés. Hogy lehet egy olyan tünetről elnevezni egy szindrómát, aminek nem is feltétlen kell jelen lenni ahhoz, hogy kimondják a diagnózist. Hát ez nem csak bennem merült már fel, vannak javaslatok, hogy változtassuk meg, és szerintem a legjobb, amit eddig hallottam, eddigi javaslat az elnevezésre, az anovulatory androgén excess, ami azt jelenti anovulációs androgén túlsúly, vagy androgén többlet. Azért tartják ezt sokan egy jobb elnevezésnek, mert ugye egyrészt a cisztás petefészek nem szükségszerű, hogy PCOS diagnózisod legyen, másrészt azok a szakemberek, akikkel én is egyetértek, azt mondják, hogy a PCOS-ben egy központi gyökér probléma a magas androgén szint. És aztán ez ugye sok mindent okoz, ugye ovulációs problémákat, termékenységi problémákat, tüneteket a bőrödön, ugye hajaddal, a szőrzeteddel, szóval nagyon sok következménye van ennek. De a rotterdami kritériumok azt mondják, ez sem kötelező ahhoz, hogy PCOS diagnózist kapj. Tehát lehet neked az, hogy oligo vagy anovulációd van, és ciszták vannak a petefészkedben. Ezzel nem mindenki ért egyet, és én magam is. Igaz, hogy nem vagyok orvos, csak dietetikus, tehát nem mondom, hogy olyan nagy súlya lenne a szavamnak, de a véleményem mondom, ez a két tünet tök gyakran jelentkezik nőknél, és jó sok egyéb oka lehet, és nagyon gyakran ez átmeneti dolog. És mégis vannak orvosok, akik erre kimondják a PCOS-t. És ezzel lényegében megcímkéznek olyan nőket, akiknek ebből szerintem nincsen hasznuk. Egy betegség tudatot lényegében rájuk húznak, ráadásul egy olyan betegség tudatát, ami a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan. És vajon profitálnak-e ők ebből a diagnózisból? Mert hogyha valakinek tényleg egy klasszikus PCOS-e van, amiben mindjárt belemegyünk, hogy élettanilag hogy néz ki, akkor neki ezt jó tudni, mert így tud lépéseket tenni a kezelés terén, és így tudja az egyéb rizikóit csökkenteni. Ugye mondtam, cukorbetegség rizikó, termékenységi problémák, szív- és érrendszeri problémák, pszichológiai problémák. Persze, hogy tenni kell ilyen esetben, de ha valakinek van pár ciszta a petefészkében, és mondjuk nem annyira rendszeres a ciklusa, és megkapja a PCOS címkét, nem biztos, hogy ez a javára válik, szerintem. Illetve ezt nem csak én mondom, hanem egy szakértői csoport is, és javaslom
Javaslok egy tanulmányt a témában, amit majd be fogok linkelni a videó alatti leírásban, amit érdemes szerintem elolvasni. Van egy másik kritériumrendszer a diagnózishoz, és én magam személy szerint ezt sokkal jobbnak tartom. Ez a National Institute of Health-nek a véleményét tükrözi, ezt ők korábban ezt megfogalmazták. Eszerint három szempont van. Az első, oligo vagy anovuláció, és a magas androgén szint klinikai vagy laboratóriumi jelei, és egyéb okok kizárása. Ebből láthatod, hogy ez a diagnosztikai kritériumrendszer, ez nagy hangsúlyt fordít arra, hogy magas androgén szint, ez központi dolog szerintük. Rotterdami vélemény szerint meg nem központi dolog. Hogyan folytassuk ezt a videót, ha még a diagnózis se biztos? Én azt mondom, hogy ebben a videóban én az úgynevezett klasszikus PCOS fenotípusról fogok beszélni. Mert hogy a Rotterdami kritériumrendszer alapján jó néhány különböző fenotípust különítettek el, ami azt jelenti, hogy a PCOS-nek sokféle megjelenési formáját írták le. Ugye valamelyikben magas az androgén szint, valamelyikben nem. Valamelyiknél cisztás a petefészek, valamelyiknél nem. Valahol van oligó vagy anovuláció, valamelyiknél nem. Szóval sok fenotípus van. Ezek közül a klasszikusnak nevezett fenotípus az, ami igazából megegyezik azzal a National Institute of Health által megfogalmazott kritériumrendszerrel, amit ugye az előbb leírtam, hogy oligo vagy anovuláció, cisztás petefészekkel vagy anélkül, és magas androgén szint és egyéb okok kizárása. Lényegében ez fedi le a klasszikus PCOS fenotípust. És ebben mindjárt belemegyünk az élettani háttérbe, de előtte egy pár szó még a serdülőkorúakról. Serdülőkorban, a pubertás idején ugye, sokszor jelentkeznek a PCOS tünetei. Mint például, ugye, pattanásos arcbőr, a rendszertelen ciklus, a ciszták a petefészekben. Ebben az életkorban mindez lehet egy teljesen normális, átmeneti állapot. Ezért egyes szakemberek azt mondják, hogy ebben az életkorban nagyon-nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően kell eljárni, és nagyon óvatosan mondjon szerintem bárki is ilyenkor PCOS diagnózist. Ha esetleg a gyermekednek, aki ilyen fiatal, tinédzser korú, és ezek a tünetei, és a doki azt mondja, hogy ez PCOS, és azt mondja, szedjen hormonális fogamzásgátlót, mert az mindent megold, az én véleményem az lenne, menj másik dokihoz. Ebben az életkorban tényleg nagyon necces ezt kimondani, simán lehet, hogy átmeneti jellegű, ezt már csak abból is látjuk, mert 25 éves kor után jelentősen visszaesik a PCOS-sel diagnosztizáltak száma, mert hogy sokszor ugye ezek az átmeneti dolgok megoldódnak, és nem is egy igazi PCOS-ről volt szó, csak néhány ilyen sertülőkori dologról, ugye még ebben az életkorban nem annyira alakul ki a rendszeres ciklus, nyilván pattanásos a bőre minden tinédzsernek valamilyen szinten, és ciszták is lehetnek a petefészekben, ahogy erről korábban már beszéltem, meg mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mik is ezek a ciszták. Jó? Fú, hát ez hosszú bevezető volt, és jó bonyolult, de nagyon remélem, hogy átment azért nektek a lényeg. Még egy szám tényleg, ami nagyon fontos. Attól függően, hogyan diagnosztizálják a PCOS-t, eléggé nagy különbség van a gyakoriságban. Mert hogy amennyiben a szigorúbb kritériumrendszert használják, körülbelül a termékenykorú nők 4-6%-át lehet PCOS-sel diagnosztizálni. Ha azonban a Rotterdami kritériumrendszert használjuk, ami ugye egy szélesebb és lazább kritériumrendszer, akkor ez a szám fölmegy kb. 21%-ra. Ugye nem mindegy, 4-6 vagy 21, 4-5-szörös. 4-5-szörös ez a szám, úgyhogy én erre alapozom, hogy
a véleményem szerint túl van diagnosztizálva. No, a hosszú bevezető után most nézzük meg tényleg a PCOS élettani hátterét, miközben ugye mi a klasszikus fenotípusra fogunk fókuszálni. Azért, mert véleményem szerint ők azok, akik tényleg profitálhatnak a diagnózisból, és ugye a kezelésre tényleg szükségük van a testi és a lelki egészségük szempontjából egyaránt. Most ismét ezt az ábrát fogom használni, amint korábban bemutattam, hogy nagyjából hogy működik az endokrin rendszerünk, és ebben most bele fogok pirossal írni, és bemutatom, hogy klasszikus PCOS-ben milyen eltérések történnek a normál működéshez képest. Kezdjük ismét itt az agyban. Ugye innen indul a női ciklus, a hipotalamus stimulálja a hipofízist, ami FSH és LH hormonokkal szabályozza a petefészek működését. PCOS-ben tipikusan az LH szín jelentősen megemelkedik, és ez az LH-FSH arány, ez akár 2-3-szoros is lehet a normálhoz képest. Ez tehát a hipotalamus, hipofízis, petefészek, tengely, úgymond rendellenes működése, aminek a következtében kialakulhatnak az oligo, illetve anovulációs tünetek. Magyarul, ha nagyon magas az LH szinted, az rendesen bekavar a petefészek működésében, és ennek következtében elképzelhető, hogy nem lesz ovulációd. Vagy csak ritkán. Vagyis a petefészekben elkezdenek ugye érni a tüszők. Eddig minden rendben, ugye ezt az FSH hormon váltja ki. Nőnek a tüszők, érnek, és aztán kellene nekünk egy LH csúcs, ami aztán kiváltja az ovulációt, mikor a tüszők megrepednek, a petesejt pedig érett petesejt kilökődik. Ez az ovuláció. De, hogyha ez a LH-FSH arány ennyire meg van borulva, nagyon gyakran az lesz a következmény, hogy nincs ovuláció. És a kis tüszők érnek, aztán megrekednek az érési folyamatba, és nem lesz belőle tüszőrepedés. Na, ez az, ami kialakítja az úgynevezett cisztás petefészkeket. Mert hogy a ciszták lényegében, a PCOS esetében, olyan kis tüszők, amik nem mentek végig az érési folyamaton. És ezek ott szépen sorakoznak a petefészkekben. És ez az, ami, mint mondtam, serdülőkorban egyébként gyakran előfordul, mert egy serdülőnek még nem mindig van ovulációja. És ez az, ami állítólag egyes szakemberek szerint még egészséges nőkben is időnként előfordul egy-egy anovulációs ciklus, illetve ez az, aminek a PCOS-en kívül még sok egyéb oka is lehet. Ezért szerintem ostobaság egy szindrómát erről elnevezni, ami tényleg csomó minden másnak lehet a tünete, és ráadásul a PCOS diagnózis az nem is szükséges. No, de mi lesz a következmény annak, ha nincs ovuláció, most lerepült a kupak, nem baj, az lesz a következménye, hogy nem nagyon fog ugye progeszteron termelődni, viszont az ösztrogén túlsúlyba kerül. Hogyan jelöljük ezt? Hát, itt egy ilyen relációs jellel jelöljük. Ugye a progeszteront a sárga test termelné az ovulációt követően, de ha nincs ovuláció, nem lesz sárga test, nem lesz progeszteron, és ezzel az ösztrogén túlsúlyba fog kerülni. Így jelöljük, hogy magas lesz az ösztrogén aránya a progeszteronhoz képest. És ez az, amit úgy is hívhatnánk, ösztrogén dominancia, amiről szintén már volt szó, következménye lehet nagyon erős PMS tünet, nagyon erős vérzés, fájdalmas menstruáció, mellfájdalom, migrén, fejfájás, ilyesmi. Tehát nem jó dolog az, ha az ösztrogén túlsúlyba kerül. Amúgy szeretjük az ösztrogént, főleg ezt, amit a petefészkekben termelődik, az az ösztradiol nevezetű ösztrogén. Nagyon sok jó hatása van. Az a baj, ha megborul ez az egyensúly, és az ösztradiolt nem ellensúlyozza ki a progeszteron. Mindemellett ez a magas LH szint többek között, ami azt is elő fogja segíteni, hogy a petefészekben
a tesztoszteron termelés az nőjön. De ezt majd látjuk más hatás is kiváltja. Ez tehát a hipotalamusz, hipofizis, petefészek, tengely rendellenes működése az egyik aspektusa a PCOS-nek. Van egy másik, nagyon gyakori velejáró, sok szakember szerint mindig velejár a PCOS-sel, egy kisfokú, krónikus gyulladás a szervezetben. Ezt legtöbb esetben a vérvételen a magas CRP szintből láthatjuk. Ezt felírjuk ide. CRP, föl. Magas CRP, ez a C-reaktív proteinnek a rövidítése, ez egy gyulladást jelző fehérje, aminek PCOS-ben nagyon gyakran magas a szintje. Aztán van egy másik nagyon gyakori velejáró, ez pedig az inzulin rezisztencia, ami ugye magas inzulin szintet jelenti, mivel a sejtek ellenállóvá válnak az inzulin hatására, és a szervezetnek ezért több és több inzulint kell termelnie ahhoz, hogy a vércukorszintet normál tartományba tudja tartani. Tehát a PCOS-sel nagyon gyakran együtt jár az inzulin rezisztencia, ami magas inzulin szintet fog eredményezni. Ez a magas inzulin szint a petefészkekben azt fogja kiváltani, hogy a tesztoszteron szint tovább nő. Ugyanis az inzulin hatására a petefészkek növelik a tesztoszteron termelést. Ráadásul ugye van ez a CRP, magas CRP szint, ami szintén fokozza az inzulin rezisztenciát. És az inzulin rezisztencia fokozza a gyulladást a szervezetben. Aztán van még egy gyakori velejáró, amit szintén érdemes lejegyeznünk, az SHBG, szexhormon binding globulin szintje PCOS-ben nagyon gyakran alacsony. Ennek a feladata, hogy megköti a nemi hormonokat, az ösztrogén, tesztoszteron, mi most ugye a tesztoszteronra fókuszáljunk, mert ugye ez fog tünet okozó lenni. Ha alacsony az SHBG szint, akkor a szervezetben kevesebb lesz a kötött tesztoszteron, vagyis több lesz a szabad tesztoszteron, ami szintén ahhoz fog vezetni, hogy hiperandrogén tüneteket tapasztalsz. Mik voltak ezek? Aknés, pattanásos, zsíros bőr, hajhullás, férfias szörösödés. Ja, és persze ez is hozzájárul az ovulációs problémákhoz. A magas inzulin szintnek van még egy fontos következménye, ez pedig a hízás. Klasszikus PCOS nagyon gyakran együtt jár a túlsúlya, vagy akár nagyon jelentős elhízással, hiszen az inzulin egy zsírraktározást fokozó hormon. Ha magas az inzulin szint, az kedvez a zsírraktározásnak. Ezért ezt ide is írhatjuk, hogy hízás. Azért szeretném ideírni, mert a hízás ráadásul fokozza az inzulin rezisztenciát is. Ez is egy ilyen ördögi kör, mint a gyulladás esetén. A gyulladás inzulin rezisztenciát okoz, az inzulin rezisztencia fokozza a gyulladást. Ez is így visszahat. Az inzulin rezisztencia hízást okoz, hízás fokozza az inzulin rezisztenciát. Aztán nézzük meg a mellékvesek kéreg működését is. PCOS-ben nagyon gyakori, hogy a mellékvesek kéregben a DHEA termelés nő. Dihidroepiandroszteron, a labor lehetetlen DHEA-S-ként fogod látni, szulfáttal a végén, de erről van szó. Szintén androgén hormon, és ha magas a szintje, az hiperandrogén tüneteket okozhat. Ha itt járunk a mellékvesek kéregnél, egy másik jellemzőt is meg kell említenem. PCOS-ben gyakran magas a kortizol szint. Kortizol ugye az egyik legfontosabb stressz hormonunk. Szükség van rá, megfelelő időben és helyen, de ha kronikusan magas a kortizol szint, az aztán nem lesz kedvező nekünk, mert hogy a magas kortizol szint szintén inzulin rezisztenciát okoz. Kezd azért kicsit bonyolódni, ugye? Nézzük meg a pajzsmirigy részt is. Az a helyzet, hogy
PCOS-ben sokkal gyakoribb az autoimmun pajzsmirigy betegség. Ezt hívjuk ugye Hashimoto-nak. Ezért eznek a következtében a velejárója lesz sokszor a pajzsmirigy alulműködés, melynek tipikus tünete a magas TSH szint és az alacsony pajzsmirigy hormonszintek. Ugye a hipofizis próbálja a pajzsmirigyet ösztökélni, hogy termelj már többet, mert érzékeli, hogy alacsony a pajzsmirigy hormonok szintje, ezért lesz a TSH magas, mert a hipofizis próbálja a pajzsmirigyet serkenteni, hogy többet termeljen. De hogyha autoimmun pajzsmirigy betegség áll fenn, és a szervezet a saját pajzsmirigyét ugye megtámadja, gyulladást okoz, akkor bizony csökkenni fog a pajzsmirigy hormonok termelése. Ráadásul a magas kortizol szint és az inzulin rezisztencia következtében csökken a T4 átalakulása T3-má. Ugye ezek így át tudnak alakulni, a T4, T3-má. Ez a tiroxin, ez a triodtironin. A T3 az aktív, hatékony pajzsmirigy hormonunk. És a magas kortizol szint és az inzulin rezisztencia, bizony, ezt az átalakulást gátolni fogja, nehezíteni fogja, ami szintén ahhoz vezet, hogy ugye a pajzsmirigy alulműködés tünetei jelentkezhetnek. Nagyon fontos, hogyha pajzsmirigyedet szeretnéd megnézetni, hogy működik, ne csak a TSH szintjét nézd, mert bizony előfordul, hogy a TSH szintje normális, és ennek ellenére a pajzsmirigy hormonok szintje pedig alacsony. A teljes pajzsmirigy panelt kell tehát vizsgálni. Hű, ez aztán bonyolult, ugye? És még nincs vége, még egy dolgot ide szeretnék írni. AMH, anti-müllerian hormon, szintén a petefészkekben termelődik, tipikusan magas lehet PCOS-ben, 2-3-szoros, és ezt csak azért gondoltam, hogy a teljesség kedvéért ide venni, mert a magas AMH szint szintén bezavar a petefészkek megfelelő működésébe, a megfelelő tüszőérési folyamatba, ami szintén ugye az anovulációs problémákhoz fog vezetni. Biztosan biztos, mielőtt tovább menjünk, összefoglalom jó ennek az ábrának a lényegét. PCOS-ben jelenti a hipotalamusz, hipofízis, petefészek, tengely, rendellenes működése, magas LH szint, magas LH-FSH arány. Jellemző a magas androgén szint, ami magas tesztoszteron szintet és vagy magas DHA szintet jelenthet. Az inzulin rezisztencia, amellett, hogy fokozza a szervezetben a gyulladást, hízást okoz, és szintén a magasabb tesztoszteron szintet segíti elő. A magas kortizol szint, a stresszhormon magas szintje, szintén fokozza az inzulin rezisztenciát. Az SHBG alacsony szintje miatt több lesz a szabad tesztoszteron, ami szintén panaszt fog okozni. És ez is hozzájárul az ovulációs problémákhoz. Ha nincs ovuláció, a progeszteron és ösztrogén aránya felbomlik, túl sok lesz az ösztrogén, ösztrogén dominancia tünetei jelentkeznek. A Hashimoto autoimmun pajzsmirigy betegség körülbelül 3-szor gyakoribb PCOS-ben, mint az átlag populációban. És arról ugye nem is beszéltem, hogy a pajzsmirigy alulműködés ugye természetesen szintén hozzájárul a hízáshoz, ami hozzájárul az inzulin rezisztenciához és a fokozott gyulladáshoz a szervezetben. Hú, ez egy elég bonyolult ábra lett. Reménykedem, hogy azért átment a lényeg. Nézzük, hogy mit tehetünk. Erről lesz majd szó a következő videóban. Én úgy gondolom, hogy 3 fő támadási pontot tudunk kijelölni, amivel az életmód terápián tudunk foglalkozni. Az egyik a szervezetben lévő gyulladás csökkentése. A másik az inzulin rezisztencia csökkentése, a harmadik pedig a magas kortizol szint csökkentése, vagy a stressz csökkentés. Ez a 3
támadási pontunk van az életmód terápiában, és mivel látod, hogy minden mindennel összefügg, ha ezen a három területen javulást érünk el, minden más területen is javulás fog történni. Ugye? Csökken az inzulin rezisztencia, attól már csökken a gyulladás. Csökken ugye a hízás mértéke attól, hogy csökken a gyulladás és a hízás, javul az inzulin rezisztencia tovább. Attól, hogy az étrendre odafigyelünk, a gyulladás csökkentésre odafigyelünk, tovább csökken a gyulladás, ami tovább javítja az inzulin rezisztenciát. Azzal, hogy a stressz csökkentésre fokuszálunk, csökken a kortizolszint, ami nem okoz továbbiakban már inzulin rezisztencia fokozódást is, jó hatással lesz a pazsmirigy szintekre, csak úgy, mint ugye az inzulin alacsonyabb szintje, és ezáltal szintén elősegítjük a fogyást. Látod? Egy-két helyen belenyúlunk, és már is több területen arathatjuk a gyümölcsöket. De mivel ez már így is egy nagyon hosszú és bonyolult videó lett, azt mondom, hogy most tartok egy kis szünetet, ti pedig emészgessétek szerintem, akár még egyszer meg lehet nézni, és a folytatásban arról lesz szó, mit tehetünk az életmódunk terén annak érdekében, hogy mindezen segíthessünk.